Sziasztok! Hát folytassuk a Cövek István 1816-ban kiadott a Mágyiás ezer mesterét. Kaptam egy pár lájkot a előző videóra, és úgy döntöttem, hogy ez már jel arra, hogy folytassuk a dolgot. Na, hol tartottunk? Jön a 11. -dik. Egy egész tojást egy szűk szájú vagy nyakú üveg butellába beletenni egészen. Már tudjuk, hogy a butella az ilyen üvegszerű dolgot jelenthet. Tehát egy egész tojást egy szűk nyakú üvegbe hogyan lehet belerakni. Nézzük mi a megoldás. Ez könnyű mesterség, és a tudatlan mégis boszorkánságnak fogja gondolni. Tartsd a tojást jó erős borecetben, mindaddig, míg csak úgy meg nem lágyul a haja, mint a tészta. Ekkor hosszában nyomogasd olyan vékonyra, hogy az üveg szűk száján vagy a butella szűk nyakán könnyen betolhass, azután tölts rá hideg vizet, és így előbbeni formájában visszaáll attól a hideg víztől. Na, ez érdekes, tehát hogyha a tojást borecetben áztatjuk jó sokáig, akkor megpúl a héja, mint a tészta, és utána a hideg víz visszaállítja az eredeti formájában. Ezt akár művészek is használhatják, hogyha esetleg tojás hiát meglágyítanak, és utána hideg vízzel tudják konzerválni a formát, amit megformáznak. Ja, nézzük tovább. 12. Tojásokat tyúk nélkül kikölteni. <laughs> Jó meleg lóganéban nagy gonddal ki lehet, csak hogy minden hatodik nap friss jó meleg lóganéjjal borogasd bé, majd meglásd a csirkék kikelnek. Hát 1816-ban lehetséges, hogy a lógané, a lócitrom, az volt az egyetlen megoldás erre, ma már, ma már keltetők is léteznek. Na, de hát érdekes, hogy ilyen dolog is be tud kerülni. Nézzük tovább, 13. A tojást, mint a kő olyanná keményre csinálni. Tehát a tojást, mint a kő olyan keményre csinálni. Hát, hogy olyan kemény legyen, mint a kő. Nézzük a megoldást. Tartsd a tojást öt nap jó erős borecetben, akkor vet ki, és tartsd egy hónapig sóban, kemény lesz, mint a kő. Na hát, ha valaki nem szivacs tojást, hanem kő tojást akarna csinálni, viccnek mondjuk poén, tehát odaadod a tojást, úgy néz, mint az eredeti tört föl. És a néző nem tudja feltörni. Utána egy csere, és te meg föl tudod törni. Tehát öt napig jó áztatni, utána egy hónapig sóban. <laughs> Na, nézzük tovább. 14. Olyan nagyot lóni, szerintem ez lőni akart lenni, mindegy, olyan nagyot lóni, mint a mennydörgés, hogy a föld, alá, föld is megrendüljön. Tehát olyan nagyot lőni, mint a mennydörgés, hogy a föld is megrendüljön. Na. Egy kis pirotechnika? Nézzük. Egy Quintli piskolcot és egy Quintli Mercurius sublimatus mert a legerősebb méreg, összekevervén és porrá törvén egy font puskaporba, vegyítsd el. Azzal a töltéssel töltsd meg a fegyvert úgy, amint szokás, és süsd el, majd meglád, benagyott szól de vigyázz magadra, hogy a fegyver ne talán széjjel szakadván meg ne sértsem. Na, hát ezt nem tudom annak idején hányan próbálhatták ki. Nektek nem ajánlom. Egyrészt Úgy úgyse találnánk Piskolcot, meg Mercurionus Sublimatus-t, mely a legerősebb méregállítólag, állítólag, de Puskaport meg pláne. Tehát ez a 14-es, ez maradjon ö, érdekesség. Nézzük tovább. 15 éjjel apró csillagokat vagy égő világokat lőni a levegőbe. Na, ez már kicsit érdekesebb. A borsó szemeket olvasztott szalonna zsírban süsd meg, azután vedd ki és hűsd, 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 meg. Hűsd meg. Hát ma azt mondanánk hűsd le. Hűsd meg. Vagy fagyazd meg. Azután egy töltés puskaporral tölt meg gyengén egy puskát, azon fejül nincs egy kevés eldörsölt puskapor, arra pedig a borsó szemeket töltsd rá, arra ismét eldörgölt puskapor, tölcs, keveset, és egy kevés papírossal folyts rá, ekkor süsd el éjszaka. Na hát ez egy ilyen házi tűzi a receptje, tehát puskapor kell hozzá, ez a borsó amit szalonna zsírban kellett megsütni, meg utána lehűteni, és akkor utána puskaport kell a borsó szem rétegek közé tölteni, majd papírral elfolytani. Na hát ezt se próbáljátok ki. Nézzük tovább, 16. Kútvízzel lőni, hogy az nagyot szóljon, mint a puskapor. Na, víz, mint a puskapor. Nézzük. Egy jó erős likas kulcsot tölts meg vízzel, csak, meg nem, csak nem színik tele, ekkor puha fadugóval fosbé a száját jó erősen, ezután tedd az erős pár tűzre a kulcsot a hátulsó részével, ö, vagy egy vasfogóval tartsd az erős tűz lángra, mindaddig, míg a víz elkezd benne erősen főni, majd meglát, benagyot szól. Az első végét a kulcsnak arra felé tartsd, amerre kárt nem teszen. Ez a kulcsnak, ez a kulacsnak akar lenni, gondolom. Na hát, ö, ettől is mindenkit óva intek. Úgy látszik ez a rész ilyen piromán rész, mert ö, tehát ö, nagyon óvatosan vigyázni kell ezekkel a dologgal, mert a víz, meg egy a, 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 a kulacsot tűzben tartani, meg ilyenek, az ö, ártalmas az egészségre. Na nézzük tovább, 7. Fényes kristály butella. Na hát itt nincs is feladat, csak ennyi, hogy fényes kristály butella. Tehát valami fényes kristályüveg. üveg. Tégy foszforuszt egy kristály butellába, tölts rá vitriol olajat, és azután a butellát papírossal dugd be, és gyenge melegben keverd vagy rászt fel, így a setétben fényleni és sokáig világoskodni fog. Világoskodni fog ez e, egy ilyen antik foszforeszkáló üvegnek lehet a receptje. Hát a foszforuszt, az gondolom egy foszforeszkáló vegyület lehetett. A vitriol olaj az nem tudom mi, de valószínűleg e, ez egy ilyen foszforeszkáló, 1800-as évbeni foszforeszkáló recept. Hát ilyen festéket ma már lehet kapni. Nézzük tovább. 18. Fényes vagy világoskodó orcát csinálni. A foszforuszból első részt, a kámforból húzt részt törzsölj el éget borban. Abból a vegyületből aztán formálj olyan apró golyóbiskákat, mint a borsószemek. Ebből kettővel-hárommal, ha az orcádat vagy kezedet békened, az nem árt attól, ne félj, ez zárójelbe van és azután a setétben előállsz, ezer meg ezer fényes apró csillagokkal fényeskedel. Na, hát ö, ez tulajdonképpen ez a foszforusz meg kámfor keverék. Itt azt írja, hogy nem árt. Tehát, hogy amúgy érdekes az írás, azt írja, a, a fate, tehát, hogy attól ne félj, azt ő úgy írja, hogy fél és egy elipszilon. Fél tehát nem, J pontosi elipszilonnal írja. Igen, ez a 1816-os magyar helyesírási extrémitás szépség. Na, hát most már tudjuk, hogy hogy kell világi torcát csinálni magunknak. Nézzük a 19-et. Valakit úgy ültetni le a székre, hogy arról fel ne kelhessen. Na, srácok, ez suliban ki lehet próbálni. Valakit úgy leültetni a székre, hogy arról ne tudjon felkelni. Na nézzük, mi a megoldás. Ez úgy esik meg, és azon feltételek alatt, hogy a két combja, midőn a székre leül, a két csipetjeivel egy egyenes szegletet, uh, Angulus restus ez nem tudom micsoda, csináljon, a lábait uh, magok helyékből ki nem mozdítsa, és a hátát a székhátához ne támaszthassa, sem a testét előre ne hajthassa, hanem egyenes szegletben ülvén úgy kelljen, vagy inkább álljon fel a székről egyenesen. Ha ezekre a feltételekre rááll a széken ülő, majd meglás fel nem kellhet, mert a testének direkció lineája a lábait vagy térdeit felébe soha nem viheti, ha megfeszül is, és így a székről fel nem kellhet. Ha pedig megengeded néki, hogy felkelsen, ekkor mind a két lábát hátra húzza, vagy az egész testét előre hajtja, és így mind a két esetben ez által a direktió lienáját a fundamentumos lineára viszi, és így aztán a székről fel is kélhet. Na, megpróbálom magyarra fordítani ezt nektek, srácok. Nem, mintha nem magyarul olvastam volna, de próbálom trendibbé tenni. Tehát én úgy értelmeztem, hogy arról van szó, hogy úgy kell leültetni az illetőt a székre, hogy ül a széken, nem dől hátra, hanem mintha gerejt a volna. A háta teljesen egyenes, és ilyen derékszögeket zár be. Tehát hát, utána, hogy ül, az ugye derékszög, tehát egyenesen tartja magát, és utána a lábát is, ami jön lefele ugye a talp, talpával, tehát az is ilyen derékszögben egyenesen ö, ül, és igazából innen kell valahogy felkelnie, és természetesen, hogyha megtartja, tehát ha a szabály az, hogy megtartja ezt az egyenességet, ezt a derékszöges egyenességet, akkor nem fog tudni felállni, csak akkor, hogyha vagy hátradől egy kicsit, vagy pedig a lábait maga alá húzza. Na hát ennek igazából ez a, ez a lényege, de hogyha itt adhatok egy kis bónuszt, van egy olyan módszer is erre, ö, ezt nem is tudom még a régi Sitz könyvben, vagy vagy, vagy nem is tudom hol olvastam, vagy honnan honnan ö, tudom, ö, hogyha leültettek valakit egy székre vagy egy kanapéra, akkor ö, egy jó mély kanapé az az igazi, vagy fotel. Ha annyit csináltok, hogy ül az illető, és egyetlen egy újatokkal így a homlokára mutattok, tehát rányomjátok az újatokat a homlokára, akkor nem fog tudni felállni. Ez, 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 is egy ilyen kis játékos fogadás, hogy fogadjunk, hogy egy ujjal megakadályozom azt, hogy felállj ebből a fotelből. És akkor ezt így ki lehet próbálni. Na de menjünk tovább. 20-as, jöjjön a 20-as. Tűzben vagy tűzlángban kezeidet megmosni és meg nem égetni. Hm. Egy tűzevő meg nem dörzsölte magának a kezeit, száját, nyelvét, fogait és szájapadlását büdöskő spiritussal, hogy a tűz néki ne ártson. A gumi arábikum is jó. Jó a kék kő, timsó, halzsír és éget bor, ha ezekkel kezeidet béfened, a tűz nem árt. Na hát ez tulajdonképpen gumi kék követ, timsót, halzsírt vagy éget bort kell a kezünkre kenni, és akkor nem fog a tűz ártani. De erre is inkább mindenkit óvaintek, hogy ezt, ezt, se próbáljátok ki. Na hát ez volt a következő 20 a mágiás ezermesterből. Kicsit ilyen piróra sikeredett ez a rész. Ha tetszett nektek ez a kis felolvasásos dolog, akkor nyugodtan nyomjátok a lájkokat, hadd lássam, hogy jöhet a következő. Én már látom itt a 21-et, csak hogy egy kicsit kedvet csináljak, az van ideírva, hogy éghetetlen papíros csinálni. Ó, mi lehet az az éghetetlen papíros, igaz? Na, hogyha hasonlóan, mint az első videót, ennyien nézitek és lájkoljátok, akkor nem sokára jön a 21 és 30 közötti mágyiás, ezermesteres játék. Sziasztok!